Kedves testvéreim, mindannyian tapasztaljuk a hétköznapjainkban, munkahelyen, társadalomban, vagy akár a médiából, mit is jelent az, hogy profit, hogy profitorientált világban élünk, hogy esetleg a főnökünk ki akar facsarni minket, hogy még többet dolgozzál, hogy a cégvezető afelé viszi a céget, a vállalatot, hogy minél többet termeljen, minél nagyobb legyen a bevétel. Érdekes egy picit ilyen szemmel végigolvasni az evangéliumokat. Főleg ez a mai részlet arról árulkodik, hogy Jézusnál egyáltalán nincs profit-orientált szemlélet. Mindössze 12 embert választ. Azok is jó részt tutyimutyi, vagy forradalmár emberek, vagy éppen vámos, vagy éppen halász. És a mai két hasonlat is tulajdonképpen ide illeszkedik. Nem azt mondja, hogy olyanok legyetek, mint egy dézsa só, nem is azt mondja, hogy nyissatok kősó üzemet, vagy kálisó üzemet, nem is azt mondja, hogy gyújtsatok rengeteg világot, gyertyát vagy mécsest, hanem egy csipet, és egyetlen egy mécses már akár a sötét templomot is elegendő módon be tudja világítani. Ezt minden húsvéti vigilián mi magunk is megtapasztaljuk, amikor behozzuk a föltámadt Krisztus világosságát a templomba. Egyetlen világító gyertya, egy támpont már elegendő. És ha Jézus nem profitorientált világot akar az ő közösségében, akkor nyilván az egyház ma szintén nem gondolnám, hogy erre kellene, hogy törekedjen. Sokszor még mi is beleesünk abba a hibába, hogy na, hányan voltak a szentmisén? Hát van még üres hely éppenséggel. Hány első áldozó volt nálad? Hány bérmálkozó volt nálad? Hányat kereszteltek, vagy éppen hányat temettek? Ne essünk bele ebbe a csapdába. Sokkal fontosabb az, hogy az életünknek, a hitünknek, a kereszténységünknek a minősége, nem a mennyisége, hanem a minősége milyen. Elegendő csak arra gondolnunk, hogy mondjuk a reggeli imádságainkat, vagy az esti imádságainkat hogyan is imádkozzuk. Ma este érdemes egy picit ezzel a visszapillantással megnézni az elmúlt hetet. Átszaladok rajta, csak legyen kész, el van mondva, el van végezve, vagy éppen van bennem valami plusz, valami figyelem. Esetleg ízlelgetem a szavakat. A minőség. És ha ez mennyire így van, hoztam néhány mondatot Ferenc pápától. Nemrégiben megjelent egy interjú kötet magyar nyelven, különböző személyiségekkel készített riportot két riporter, többek között Bér Miklóssal is, és az egyik kérdésben belefoglalt Ferenc pápának egy tanítását, egy rövid idézetét, mondatát, amelyet az egyházról szóló katekézisében mondott. Érdemes rá odafigyelni. Azt mondja Ferenc pápa, mindig is kisebbségben voltunk, de ma nem ez a probléma. Személyesen úgy vélem, hogy kisebbségben vagyunk, és ez egyenesen erőt ad, a mi célunk nem hívők toborzása, hanem az ember szükségleteinek, vágyainak, csalódásainak, elkeseredettségének, reményének a meghallgatása. Még egyszer. A pápa mondja, a mi célunk nem hívők toborzása, hanem az ember szükségleteinek, vágyainak, csalódásainak, elkeseredettségének, reményének meghallgatása. Vagyis az igazi keresztény stílus az a személyesség és a minőség.